A római katolikus egyház feje legutóbb 2021-ben járt Magyarországon. Akkor a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alkalmából érkezett hazánkba, és már ekkor ígéretet tett, hogy mihamarabb visszatér Budapestre. Az újbóli látogatás időpontjául a Szentatya az idei év áprilisának utolsó hétvégéjét választotta. Most a húsvéti időszakban vagyunk, és a húsvéti időnek vannak vasárnapi alkalmai, és ez a húsvét negyedik vasárnapja lesz, amikor a Szentatya ide érkezik hozzánk. Ez a mi liturgikus hagyományunkban a Jópásztor vasárnapja, amikor azt az evangéliumi szakaszt fogjuk felolvasni, hogy Krisztus a Jópásztor, aki összetartja a nyájat, és ezért külön szimbólum az, hogy velünk ünnepel a Jópásztor, velünk ünnepel a Szentatya a magyarországi katolikusokkal és a magyarországi emberekkel. A háromnapos pápai látogatás első napján, április 28-án pénteken a pápát először Novák Katalin köztársasági elnök fogadja a Sándor palotában, majd az egyházfő a Karmelita kolostorban találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel, valamint a hazai társadalmi élet és diplomáciai testület képviselőivel. Az első nagyobb szabású, a nagy közönség számára is nyilvános esemény a szombaton 16:30-kor kezdődő találkozó lesz, amelyen Ferenc pápa a magyar fiataloknak mond beszédet a Papp László sportarénában. Igyekszünk mindent mi is megtenni, hogy a lehető legnagyobb mértékben részt vegyünk ezen a látogatáson. Pénteki nap folyamán mi atyák fogunk felutazni Budapestre, mert a Szent István Bazilikában velünk lesz egy külön találkozó. A szombati napnak a délelőttjén az Egyházmegyei Karitásznak bizonyos tagjai, önkéntesei és gondozottjai fognak felutazni Budapestre a Rózsák terére, a délután folyamán pedig az iskoláink, ugyanígy a Szent Imre Katolikus Gimnáziumnak is a tanulói fel fognak utazni majd a fővárosba. A sokak számára leginkább várt program a vasárnap reggeli Kossuth téren tartandó szentmise lesz, amelyre a kilátogatók érkezési sorrendben léphetnek majd be. A MÁV Volán csoport és a Gyesev díjmentes utazást biztosít az ország bármely pontjából a fővárosba, a szombati Papp László sportarénában sorra kerülő rendezvényre, valamint a vasárnapi szentmisére is. A további részletekkel kapcsolatban a szervezők létrehoztak egy honlapot, amelyen a pápai látogatással kapcsolatos egyéb információk is elérhetők.